Mindig annyi karót kell belerakni, amekkora mérete a kosárnak, hogy körülbelül 3-4 cm legyen a karok közötti távolság. Foglalkoztató előadásra várták az I. és Gyula általános iskola tanulóit a Hévízi Városi Könyvtárban. A Mesterségem című rendezvény sorozatot immáron 2 éve folyamatosan megrendezik az intézményben. Ennek célja, hogy a fiatalok megismerkedhessenek a régi mesterségekkel, kipróbálhassák, megszeressék azokat. A foglalkozásokon a gyerekek mindig tevékenyen vesznek részt, élvezik az interaktív órákat. Nagyon népszerűek. 6. évfolyamon szoktuk a gyerekeket lehozni, akkor hetente 2 óránk van, és mindig úgy próbáljuk az órarendet megcsinálni, hogy ezek a foglalkozások beleférjenek a technika órákba. A gyerekek nagyon nagy kedvel jönnek, és egy kicsit kiszabadulunk az iskolából, és mást is látnak, viselkedést is meg kell tanulni. Könyvtárban vagyunk, tehát ott hogy kell viselkedni, tehát ez mind-mind beletartozik. Ez alkalommal a kosárfonással és a vesszőjátékok elkészítésével ismerkedhettek meg a nebulók. Horváth József 12 éve tart gyermekfoglalkoztatásokat. Ezeken a találkozókon együtt alkotnak a közönséggel vesszőből kardokat, virágokat, koszorúkat. Véleménye szerint mindig kíváncsian várják a gyerekek, hogy miként és miket lehet kreálni a vesszőkből. Nagyon sok gyerek van, aki nagyon szereti a természetes anyagokat, amikor egy-egy foglalkozást csinálunk valahol. Van olyan gyerek, aki 5-6 féle dolgot, szinte az összes játékot, amit elhozok, mindent megcsinál. 2-3 órát is foglalkozik vele. Van, aki meg csak egy kardot csinál, amit 10 perc alatt meg lehet készíteni. Ez mindig a gyerekektől függ, hogy kinek milyen energiája van, mit szeret. A Mesterségem sorozat jövő hónapban is folytatódik. Októberben a szövés világába kalauzolják el a diákokat.